megváltozott munkaképességű munkavállalók által újrahasznosított alapanyagokból kézzel készített ajándékszíveket adományoztak Karcag városának, amit Szepesi Tibor polgármester vett át a városháza előtt. Országszerte egyre több kezdeményezés indult a járvány ellen küzdőkért. Ezek közül az egyik a Tegyél ki egy szívet kezdeményezés világszerte. Az egyik szimbolikus hálaüzenet azoknak, akik nap mint nap erejükön felül küzdenek a koronavírus ellen. Adományt kaptunk, amely a város karácsonyfáját fogja díszíteni a közeljövőben, és ezt nyilván szeretnénk majd igénybe venni, mivel ilyen pici ajándékokról van szó. Az óvodások segítségét, egy picit őket is belevonni a karácsonyi készülődésbe. Egy adomány valóban, ahogy az előttem szólók is elmondták, és ahogyan átvettem én is ezeket az ajándékokat. Egy olyan cégtől kaptuk, a Prohumán Kft-től, aki hátrányos helyzetű vagy csökkent munkaképességű dolgozókat foglalkoztat, tehát a szociális területen végez hatalmas munkát, hiszen olyan embereket próbálnak bevonni, akik valószínűleg a munkaerőpiacon egyébként nem tudnának elhelyezkedni. Az ő felajánlásuk azért is nagyon jelentős, hiszen gondolva a saját tapasztalataikból, elsősorban az egészségügyi és a szociális ágazatban dolgozók óriási munkáját szerették volna ezzel megköszönni, és ezt a köszönetet ilyen tárgyasult formában mindenki számára láthatóvá téve a fenyőfára, a Karcagváros karácsonyfájára fölhelyezni, ezzel is jelezve azt, hogy valóban óriási munkát végeznek azok, akik a frontvonalban, elsősorban az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgoznak. Köszönöm én is innen is a munkájukat. Tiszteletüket és nagyra becsülésüket szeretnénk kifejezni mindenki felé, akik ezekben a nehéz időkben is értünk dolgoznak, többek között az egészségügyi és a szociális dolgozóknak, a kereskedelmi dolgozóknak, az áru és személyszállításban dolgozóknak, rendőröknek, tűzoltóknak, katonáknak, postásoknak és még sokan másoknak. Ők azok, akik nélkül ez a helyzet semmilyen módon nem lenne megoldható. Az ő munkájuk teremti meg a lehetőséget a családunk és szeretteink egészségének, biztonságának, folyamatos élelmiszer ellátásának és meg annyi életbe vágó szükségletünk kielégítésének. Bár lehetetlen ilyenkor mindenkit felsorolni, de a hálának és a Prohumán cégcsoport üzenete valójában mindenkinek szól, aki a közösségért tesz és dolgozik.